Nógrád megyeri énekes csoport is fellépett a Boldogi Paprika Fesztiválon, ahol főzőverseny is várta az érdeklődőket. Akadt olyan résztvevő csapat, akiknél egyszerre készült pisztráng, lecsús csirkemell és babgulyás. A barátomnak az éttermével indulunk, tehát kiscsuki baráti kör vagyunk, és akkor itt összeszedtük a barátokat, mindenki rögtön azt mondta, hogy jó, akkor gyerünk, csapjunk egy bulit, és akkor azért mondom, hogy látjátok, hogy mindennel fel vagyunk szerelkezve, még hűtő. Most végignézel, nem sok helyen van hűtőszekrény. A Boldogi sportpályán a vásárban található sokféle portéka mellett egy téglakiállítást is megtekinthettek a látogatók. A tárla tulajdonosa elmondta, egy véletlen folytán kezdte gyűjteni az építőanyagot. Körülbelül 8 évvel ezelőtt, a kertből kiástam egy Anton Grassalkovics téglát Galga Mácsán, az is hozzátartozott a uradalomhoz, mint Boldog. A település polgármestere elárulta, az első Paprika Fesztivált több mint 15 éve rendezték meg. A nyarat a paprika fűszer búcsúztatásával zárjuk le, úgymond, mert ugye hagyománya van a faluban, 150 éve termeli Boldogon a fűszerpaprikát, és ennek szerettünk volna úgymond emléket állítani. Egy autós felvonulás is a rendezvény részét képezte a falu művelődési háza előtt.